Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ma a legfrissebb LibreOffice-t fogjuk feltelepíteni az MX Linux alá. Természetesen van lehetőség Flatpakban is felrakni, de most én először eltávolítom az összes feltelepített LibreOffice-omat, és a rendes csomagokat, a honlapjukról letölthető Debian csomagokat fogom feltelepíteni. Első lépés, ami a legfontosabb, hogy felmegyünk a LibreOffice oldalára, LibreOffice letöltése, letöltésre kattintunk. Nagyon ügyesen kitalálja, hogy RPM-et szeretnék letölteni, hiszen Linuxot használok, az biztos RPM, hát bizony nem az, Debianra át fogom állítani. Letöltés torrenttel is le tudod tölteni, illetve letöltő programmal a böngészőn keresztül is le tudod tölteni. Amire érdemes figyelni, hogy a magyar felületet és a helpet külön kell letölteni, tehát nincs bent az eredeti csomagba, így ezekre figyelj, hogy lejöjjenek, azaz összesen 3 darab tömörítvény kell lenni ahhoz, hogy normálisan fel tud rakni a LibreOffice-t. A másik lehetőség jelen pillanatban a 7.3.2-es, az ami a legfrissebb, a 7.2.6-os pedig a stabil, hosszantartó és rengeteget tesztelt verzió. Hogy te melyiket választod, az már a te egyéni dolgod, esetlegesen kereshetsz régebbieket is, de vagy ezt, a stabil, sokat teszteltet, vagy pedig az újabb, legújabb verziót érdemes választani. Nagyon kényelmesen fogunk dolgozni, tehát nem lesz itt különösebb problémánk. Oké, távolítsuk el a Flatpak csomagokat. Első körben az MX Linux alatt vagyunk, és a csomagkezelőt fogjuk előkeresni, megadjuk a jelszót, nem 3 darab A betű, és oda megyünk, hogy Flatpak. Természetesen leszkenneli a meglévő dolgokat, azaz az összes programot most letölti már, mint az információt róla, hogy a legfrissebb infóink legyenek, mi pedig a LibreOffice szeretnénk letölteni, illetve eltávolítani. Fel van telepítve, egy kicsit világosabb, mint a másik, rábökünk LibreOffice, és uninstall, azaz eltávolítjuk, természetesen szépen el fogja távolítani. Megtehetnénk ugyanezt parancsorból is, de én úgy gondolom, hogy kényelmesebb a grafikus felületen, és eltávolítjuk a nem használt könyvtárakat, egyebeket, futtatható állományokat, ami a LibreOffice-hoz tartozott, vagy egyéb dolgokhoz. Érdemes megtenni, mert előfordulhat az, hogy van egy kisebb programod, amit feltelepítettél Flatpakbe, és hozza a környezetét is, a futtatható környezetet is, és az lehet, hogy 10-szer akkora, mint az eredeti program. Sajnos a Flatpaknek ez a hátránya idézőjelbe, hogy bizony ő magával hoz mindent, amire neki szüksége van. Miért? Hogy ne legyen kitéve annak, hogy mi van a te gépeden, milyen verziók vannak, és milyen egyéb gondolatok vannak a telepítéssel. Tehát teljesen mindegy, hogy a Flatpak hova van feltelepítve, Archra, Debianra, akármire, ugyanazokat a cuccokat magával hozza, biztosan, hogy biztos, az ő környezete meglegyen. Oké, a Flatpaket eltávolítottuk, és mehetünk tovább, bezár. Mivel én az előző verziót is a későbbiekben bemutatott módszerrel telepítettem, így természetesen terminálból tudom eltávolítani, a csomagkezelő grafikus felületek nem feltétlenül fogják ezeket a csomagokat rendesen eltávolítani, így nem meglepő módon sudo apt remove és LibreOffice, és itt figyeljünk arra, hogy nem a főtárolókból telepítettük a rendszert, a LibreOffice-t, így bizony hozzá kell tenni a megfelelő verziószámot is, ezt ki kell kísérletezni, hogy melyik rendszeren hogyan működik, hozzá kell tenni, nem kell hozzá tenni, de lényeg az, hogy itt jelen pillanatban hozzá kell tenni, eltávolítjuk, azaz sudo apt remove, és a csomag neve enter. Azért nem kellett megadni a root jelszót, tehát az emelt joghoz tartozó jelszavamat, mert már azt előzőleg megadtam. Megkérdez, hogy ezeket el akarod-e távolítani? Természetesen el akarom távolítani, enter, és el is távolította. A következő lépés, táblatörlés után elindítjuk az autoremove-ot, nem biztos, hogy lesz, amit el kell távolítania, nem szokott fent maradni ilyen telepítés után semmi, hiszen egyértelműen ez a csomagkör
együttesen adja azt számunkra, hogy mindent le fog szedni. Eleenterezzük, nem is történt semmi különös. A következő lépést nem feltétlenül kell megtenni, de én megszoktam egy nagyobb olyan program után, ami létrehozhatott fájlokat, könyvtárokat, konfigurációs fájlt, egyebet, azokat el akarom tüntetni. Ha neked a konfiguráció kell, mert szeretnéd továbbvinni azt a konfigurációt, akkor természetesen ezeket véletlenül se kövesd el, mert ezzel letörölsz sok mindent. A Double Commandert szoktam ehhez használni, ez egy fájlkezelő, keresünk meg című dolgokat nagyon szépen elvégez, azaz nekem az a gondolatom, hogy kiadok egy parancsot, újabb keresés, és megadom neki, hogy légy szíves keresni a LibreOffice könyvtárakat, fájlokat, és nem a Media Laciba természetesen, hanem a PER, és a főkönyvtár, a root könyvtárból lefele mindent, és leenterezzük, le fog futni az egész dolog. Lehet látni, hogy azért elég sok minden fent maradt, a fájlok, a könyvtárak, egyebek, flatpak, egyebek fent maradtak, ezeket szeretném majd én eltüntetni. Miért ezt használtam? Azért azt használtam, mert itt van egy olyan lehetőség, ahogy régebben beszéltem róla, hogy ablakba lehet küldeni. Látható, rengeteg minden van, ezt berendezem kiterjesztést szerint, és mit fogok csinálni? Minden olyasmit ki fogok törölni, ami számomra nem szükséges, azaz az SVG, hát bizony ezek valószínűleg valami ikonkák, illetve megyünk lejjebb, a PNG-k megmaradnak, Shift, Enter, szóval ezt meg lehetne csinálni terminálba is, de lényegesen egyszerűbb. És oké, leokézzük, véglegesen töröljük, adminisztrátori jogosultság kell, megadjuk a jelet, nagyon logikusan, igen, lehet, igen, mindet szeretném eltüntetni, meg is történt. Majd az SVG előtti dolgokat eltávolítjuk, könyvtárakat, egyebeket, és megütjük az F8-at, azaz a törlés, okézzük le, mindet töröljük, és utána mindent kitörölt, az SVG-k megmaradtak, örülünk neki. Gyakorlatilag ennyi, letisztítottuk a file rendszerünket a felesleges dolgoktól, be is csukhatjuk ezt, őt is becsukjuk, és utána mi a teendő, letöltöttük a 3 darab fájlt. Amikor lejött a 3 darab fájl, azt ki kell csomagolni. Azaz LibreOffice könyvtárat létrehoztam, gyakorlatilag akármilyen névvel létrehozhatjuk, csak egy helyen legyen mind a 3. Rákattint az ember, ki fogja csomagolni a rendszer, gyakorlatilag ez a legegyszerűbb, hogyha egy grafikus fájlkezelőben rákattintasz, fel fogja ismerni ezt a kiterjesztést, TAR-GZ, ez az egyik legelterjedtebb kiterjesztés, tömörítési módszer, azaz ezzel nem fog gondod lenni. A következő gondolat az, hogy kiválasztasz egy akármilyen könyvtárat, belemész, a DEBS könyvtárat fogod megkeresni, rengeteg fájl van benne, majd a helpeket is kibontod, és megnézed, egy darab fájl van benne, átmásolod ide, biztos, ami biztos, minden egy helyen legyen, a langpakkokat is átmásolod, szintén pár darab van, ide bemásolod, majd visszamész, ezeket simán ki is törölheted, nincs rá szükséged, hiszen üres könyvtárak, a tömörítvényt én nem szoktam kitörölni odáig, amíg az új verzió ki nem jön, hiszen biztos, ami biztos, gyakorlatilag nehogy abba a hibába esünk, hogy a nagy takarításban eltűnnek a dolgaink, esetleg később nem tudjuk letölteni, mert csak a legfrissebbet tudjuk elérni sok egyéb dologba. Oké, itt van egy leírás, ami egy nagyon szép kis leírás, ezzel különösebben nem fogunk törődni, minden olyasmi függőség fent van, hiszen eddig is működött a rendszer, eddig is dolgozott a rendszer, amire nekünk szükségünk van, meg lehet nézni, hogy az RPM, azaz a Fedora, Red Hat rendszerekhez tartozó csomagokat hogyan kell telepíteni, hogyan kell telepíteni a Debian csomagokat. A Debianhoz le fogja írni nekünk azt, hogy a sudo dpkg, azaz a csomagkezelő rendszerünk kötőjel i deb csomagok. Hát ez bizony én ki fogom itt menteni, másolni,
mert én nem gépelek ilyen sok dolgot. Itt vagyunk a könyvtárba, belépünk abba a könyvtárba, akár terminálos felületen is beléphetünk, kérünk egy darab terminált, és be fogjuk ide másolni, sudo, és ez, és enter, és szépen le fogja listázni azt a munkát, ami számára kell, megmondja, hogy mit csinál, mindenfajta dolgokat kér, hogyha nem igazából rossz a csomagkezelésed, illetve minden fent van, amire szüksége van, ő a saját dolgait hozza, tehát attól nem kell tartani, hogy magához a LibreOffice-hoz tartozó cuccok nincsenek fent a gépeden, hiszen ő a csomagba, ebbe a sok-sok-sok kis csomag, Debian csomagba bent lesz minden, azaz ezek után megnézzük, hogy van-e LibreOffice-unk. Miután lefutott a telepítés, nincs más feladatunk, mint kipróbálni, működik-e. Beírjuk, hogy LibreOffice. Oké, nem ismerte föl ezt a dolgot, hiszen piros és ilyen program szerinte nincs. Természetesen nincs, mert mi nem a LibreOffice hivatalos Debian csomagot telepítettük a főtárolóból, aminek mindig az a neve, hogy LibreOffice, hanem a 7.3-as új verziót telepítettük, azaz LibreOffice 7.3-at le kell írni, és enter. Jó, persze, mondhatjátok azt, hogy itt össze-vissza varázsolt ez az emberke, és akármi fölkerülhetett, a LibreOffice névjegye, és megállapítjuk, hogy a 7.3.2.2 verzió került fel, ez a legfrissebb verzió, és az szépen működik, nézzük is meg, hogy ezt a verziót kértük-e. Ezt én bezárom, nézzük meg LibreOffice letöltés, és kezdőlap, és letöltés, és 3.2-es verzió felkerült. Azaz, számunkra nagyon egyszerű a telepítés. Ha előtte többféle telepítési móddal kísérleteztünk, a Debian alatt viszonylag régi van, Flatpakot nem akarunk használni, mert sok mindent felhoz, azaz a natív telepítést úgy tudjuk megoldani, hogy előtte ezeket letisztítjuk, az összes olyan könyvtárat eltávolítjuk, bár ez nem muszáj, tehát ez nem a legfontosabb dolog az életünkben, hogy kitisztítsuk a rendszerünket, hiszen elfér, de én szeretem eltüntetni a fölös könyvtárakat, azaz kitisztítottam a rendszeremet, letöltöttem a csomagokat, és megadtam a leírásban lévő rövidke kis parancsot, azaz nem egyéb módszerekkel próbálkozunk ilyen sok Debian csomagot egyszerre telepíteni, hanem ezzel. Miért ezzel? Mert ez nem fog törődni a függőségekkel, nem vizsgálja, hogy az első csomag, amit ő föl akar telepíteni névsorban, annak a függőségei megvannak, hanem lelistázza az egészet, kicsomagolja és telepíti. Miért? Mert az elsőnél előfordul, hogy az utolsó a függősége a sorrendbe, akkor sírni fog neked a rendszer, hogy nincs meg a megfelelő függőség. Ez a módszer, ez a rövidke kis parancsor pedig ezen túllép, és feltelepíti a rendszert, a LibreOffice rendszert teljes mértékben. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, remélem mindenkinek tudtam segíteni a korrekt, jó LibreOffice telepítéssel, mert az a tapasztalatom, hogy vagy sírnak az emberek, hogy régi, vagy Flatpakot raknak fel, és sír a szájuk széle, hogy így mondjam, hogy hű, de nagy, és micsoda, hát felduzzadt, és egyéb, mert a Flatpak mindent hoz, persze, hogy mindent hoz, hiszen az a célja, hogy rendszerfüggetlenül tudjál dolgozni vele. Oké, tehát nem régebbi, nem felduzzadt rendszer, hanem egyszerű, hivatalos tárolóból, hivatalos csomagkészletből, a LibreOffice oldaláról letöltött egyszerű csomagpakkokat, mind a hármat természetesen, ha azt szeretnéd, hogy magyarul szóljon hozzád, és a help is kell, tehát a segítség is kell, akkor azokat letöltöd, kicsomagolod, és ezzel a rövid parancssal szépen felinstalálod. Egy picit arra is rá szerettem volna mutatni, hogy vannak lehetőségeink bármilyen csomagot, mármint úgy értem, bármilyen hivatalos Debianhoz való csomagot feltelepíteni egyszerűen, illetve a telepítés nem egy olyan nagy dolog, hiszen legtöbb esetben a helpben
azaz a leírásban, azaz a kis readme vagy akármi olvass el szövegfájban, ott van a korrekt parancs, amivel fel tudsz valamit telepíteni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok!